Így néz ki a papír, amit a házi karanténra kötelezetteknek az utcáról is jól látható helyre kell kitenniük. Akik az elmúlt időszakban külföldről jöttek haza, azoknak kötelező kéthetes hatósági karanténba vonulni. A szekszárdi kislászló napok óta nem hagyhatja el a lakását, Ausztriában dolgozik, onnan jött haza. Már a határon házi karanténra kötelezték. Úgy történt a határon, hogy félreállítottak volt egy egészségügyi ellenőrzés, megnyerték a házunkat, kitöltöttek egy űrlapot, ami rajta volt körmünke, stb. Tolókfájás, ilyesmi. És akkor a házi karanténra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. A megfigyelésre kötelezett nem hagyhatja el a lakását, élelmiszert csak a hozzátartozói vihetnek neki, a szemetet pedig dupla zsákban kell kitenni az ajtója elé. Emellett köteles az orvosával folyamatosan egyeztetni az állapotáról, a rendőrök pedig minden nap ellenőrzik is, hogy valóban otthon van-e. A rendőr, hát majd fogom, hogy körül itt tartunk, ugye a számban tudják. És akkor fölszinte lakom, és akkor kivegyek az erdélyre. Ennyi a történet, megkérdezik egyébként, hogy rendesek, megkérdezik, hogy jól vagyok-e, harcsítsége valamire. Az, aki megszegi a házi karantén szabályait és elhagyja az otthonát, akár 90 nap elzárásra is büntethető. A szekszárdi kislászlónak egyébként nincsenek tünetei, és ha ez így is marad, néhány napon belül már elhagyhatja az otthonát, például bevásárolni.